Beszámolók és díszoklevelek átadása, elfogadta a megyei közgyűlés a NAV beszámolóját és díjazta a sportolókat. Tiszták a szabad strandok. A Szabolcs megyei 11 szabad strand mind átment a vízminőségi teszten. Védelem a szemnek, évről évre fokozódik az UV-sugárzás, ami ellen fontos egy jó minőségű szemüveggel védekezni. Elfogadták a képviselők a Nemzeti Adó és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei adó- és vámigazgatóságának tavalyi évre vonatkozó beszámolóját a megyei közgyűlésen. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A NAV egyre inkább a szolgáltatói szemlélet irányába tereli tevékenységét, amellyel célja többek között a versenyképesség növelése, valamint a fekete gazdaság visszaszorítása is. A közgyűlés a számos napirendi pont között elfogadta továbbá a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítását is, valamint díszoklevelet adományozott az Országos Diákolimpia összevont labdasportok döntőjében résztvevő megyei csapatok számára. Kazsuk Attila, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei adó- és vámigazgatóságának igazgatója foglalta össze a megyei közgyűlés számára a hivatal tavalyi tevékenységét. Külön kiemelte a szemléletváltás eredményeit, az ESIR rendszer működését, valamint a támogató jellegű ellenőrzések és a felszólítások gyakoriságának eredményeit. A képviselők méltatták az adó- és vámhivatal munkáját, kiemelve az egyre szélesebb tevékenységi kör és a növekvő felelősség súlyát. A Jobbik frakció vezetője, Adorján Béla, televíziónknak a NAV-os életpályamodell bevezetésének fontosságáról beszélt. Eljutottunk most már odáig, hogy a megyei közgyűlés által kért beszámolók, azok megfelelnek a mindenféle követelménynek, így a NAV-é is. Tehát teljesítették azt a feladatot, amiben egy egészen átlátható és érthető és értelmezhető beszámolót kaptunk. Természetesen azt is el lehet mondani a beszámoló ismeretében, hogy a NAV végzi a feladatát, bár egyre nagyobb feladatkört kapnak, amelyet egyre nehezebb nekik ellátni. Itt külön kiemelném például azt, hogy azért ideje volna egy egész komoly életpályamodellt bevezetni a NAV alkalmazottainál. Teljesen mindegy, hogy a épületben teljesítenek szolgálatot, vagy a határátkelőkön, vagy akár ne adj Isten terepen dolgoznak. Nagyon nehéz megoldani akár a határátkelőkön a rendszeres és felkészült szolgálatteljesítés, szabadságolásokat és minden ilyet. És ez azért van, mert nagyon sokan gondolkodnak rajta, hogy egyáltalán merjék-e vállalni ezt a kötelezettséget olyan finanszírozás mellett, amilyen most jelenleg a NAV dolgozóinak finanszírozása. A közgyűlés ezt követően jóváhagyólag elfogadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítását is, melyre a Fidesz frakció vezetője szerint a plusz feladatok, valamint a megváltozott hatáskörök miatt volt szükség. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat a hivatalának az SMS-ét módosította. Erre a módosításra azért volt szükség, mert plusz feladatot kapott maga a hivatal. Ez azt jelenti, hogy az uniós források kezelésével kapcsolatosan az úgynevezett top források ügyében a projektmenedzsmenti feladatokat látja el. Ez egy olyan jellegű feladat, amely nem szokványos hivatali feladat, eddig nem volt bent a szervezet keretei között. A szervezet keretei közé, hogy ez a munka megérkezett, ez azt jelenti, hogy ehhez a munkához a szervezeti struktúrát igazítanunk kellett, a munkamegosztást igazítanunk kellett, döntési és hatásköröket kellett átcsoportosítunk, annak érdekében, hogy hatékonyabban tudjon működni a tervezet, és ezt a munkát hatékonyabban tudja elvégezni. Ez volt ennek a módosításnak az oka és indoka, és természetesen ez hatáskörökkel, döntési jogkörökkel is járt ennek a kérdéssel kapcsolatosan, és a végrehajtást is segíti. A nyilvános ülésszakasz utolsó napirendi pontjában a TISZA korlátolt felelősségű európai területi társulás tevékenységéről hallhattak tájékoztatót a közgyűlési tagok. Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés, valamint a területi társulás elnöke azt mondta, a tervek szerint a közeljövőben egy 5 millió eurós beruházásba kezdenek, amely következtében csökkenni fog a Tiszába és más folyóinkba kerülő szilárd hulladék mennyisége. A Tisza ETT-t a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat, Kárpátalja önkormányzata, Kárpátalja megyei tanács, illetve Kisvárda városa alapította ezelőtt másfél évvel. Az azóta eltelt időszakban az Európai Területi Társulás elfogadta a fejlesztési koncepcióját, kialakította a szervezeti struktúráját, olyan programokat valósított meg, amelyek a térségben élő gazdálkodó szervezetek, polgármesterek számára
együttműködési lehetőségeket tártak fel. Most viszont a közeljövőben reményénk szerint bele tudunk vágni egy 5 millió eurós projektbe, amelynek keretében a Tisza LTT kedvezményezetként megvalósítana egy komoly hulladékos beruházást Kisvárdán, illetve Beregszászon. Ebből is fontosabb, jelentősebb talán, vagy a lakosságot közvetlenül érintő beruházás, ez a Beregszászon, illetve Jánosiban tervezett szilárd lerakó, amelytől azt várjuk, hogy ilyen módon csökken a Tiszába, a folyói vizeinkbe jutó szilárd hulladék mennyisége. Sesták Oszkár hozzátette, további cél, hogy a beregszászi járásban, amely a Kárpátalja leginkább magyarok által lakott járása, egy olyan társulást alakítsanak ki, amely keretében a jövőben önkormányzati szinten tudnák a szilárd hulladék közszolgáltatást elvégezni. 11 szabad strand működik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ezek közül 2 tó mellett, a többi a Tisza partján található. A folyómenti strandok szennyezettebbek lehetnek az átlagosnál, nálunk azonban mindegyik átment a vízminőségteszten. Minden évben ugyanis helyszíni szemle és vizsgálat előzi meg a strandnyitást. A szabad strandok üzemeltetőinek a nyitás előtt 30 nappal kérelmezniük kell a nyitást és az ehhez kapcsolódó vízminőség ellenőrzést. A kérelem beérkezésétől számítva 30 napon belül megtörténik a szemle, 21 napon belül pedig a mintavételezés. Adott tájékoztatást dr. Kerékgyártó Judit, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal népegészségügyi osztályának vezetője 35 perc című műsorunkban. Az átfogó helyszíni szemlét minden évben kötelező elvégezni a szezonnyitás előtt. Több hatóság szakemberei együtt végzik ezt a vizsgálatot, többek között megvizsgálják, hogy bójával kijelölte a vízfelület, ahol a strandolás zajlik, a meder, átvizsgálták-e a meder vízmedret, abban a tekintetben, hogy semmiféle idegentest ne legyen, ami később sérülést okozhat. Természetesen az infrastruktúrális feltételeket is megvizsgálják a kollégák, hogy felújítások, rekonstrukciók megtörténtek-e, kellő számban rendelkezésre áll-e a szociális blokk, kézmosási, a WC használati lehetőség, öltözési, zuhanyzási lehetőség, hulladéktárolási lehetőség, a játszótereket amennyiben működnek, biztonsággal lehet-e használni, és természetesen azt is vizsgálják, hogy az információs táblák, ami a vendégek tájékoztatását szolgálják, kellő tartalommal vannak-e felruházva. Tartalmaznia kell a víz és a levegő hőmérsékletet, az UV-sugárzást, valamint az elsősegélynyújtás feltételeit. Ez a szabad strandot igénybe vevők létszámától függően lehet egy elsősegélynyújtó láda, de akár folyamatos orvosi jelenlét is, hiszen a nagy területű nyílt vizek nagyobb veszélyt jelentenek, mint egy épített medence. A másik nagyon fontos téma ugye a vízminőség. Természetesen csak akkor nyithat meg egy szabad strand, hogyha a víznek megfelelő a minősítése. Ezt akkreditált vízmintavevő vizsgálja, egyrészt mikrobiológiai célból mintát vesz a vízből, másrészt pedig megvizsgálja a fizikai szennyeződések tekintetében és a biológiai élővilág tekintetében. Nyugodt szívvel mondhatom, hogy minden egyes szabastrandnak a vízminősítése megfelelő. Megyénkben jelenleg 11 szabad strand működik, 2 tópartján, leveleken és sóstún, a többi folyó mentén helyezkedik el. Ezeknél az árhullámok negatívan befolyásolhatják a vízminőségét. Európában a szabad strandok többsége tenger mellett alakult ki, ami stabilabb, jobb minőségű vizet biztosít a strandolóknak. Azonban a hazai vizek kedvelői is elégedettek lehetnek, minden szabad strandunk vize kiváló minősítést kapott. Családi utazásnak színelve próbált több mint 1000 doboz cigarettát csempészni az országba egy hölgy Záhonynál, aki férjével és néhány hónapos babájukkal utazott. Záhonynál jelentkezett belépésre a hölgy, aki egy nagyértékű Audit vezetett. Az autó átvizsgálásánál a pénzügyőröknek több dolog is gyanús volt, és ezeket az alaposabb vizsgálatnál a szolgálati kutya is igazolta. Jelzése alapján az autó ajtó kárpitja mögött több mint 1000 doboz cigarettát találtak a pénzügyőrök. A járművet vezető hölgy elismerte, hogy ő rejtette oda a dohányárut, és erről a férje is tudott. A pénzügyőrök az 1 millió forint értékű csempészárut lefoglalták, több mint 2 millió forint vámigazgatási bírságot szabtak ki, és költségvetési csalás miatt feljelentést tettek a NAV pénzügyi nyomozóinál. Több éves börtönbüntetés kapott KL és társa, amiért információs rendszer felhasználásával követtek el csalást. A szóbeli ítélet hirdetésen elhangzott indoklás szerint az elsőrendű férfi vádlott 2015-ben egy közösségi oldalon női névvel jelentkezett be, és
hol jósnőként, hol mágusként tüntette fel magát. Így ismerkedett meg a sértettekkel, akiknek a bankkártyájuk adataiért cserébe pénzenergia küldését ígérte. Miután a sértettek megadták a bankkártyájuk adatait, azokkal a vádlott a saját, illetve a felesége másodrendű vádlott nevén lévő telefonkártyákat feltöltötte, majd ezeket a pénzösszegeket különböző interneten elérhető szerencsejátékokra használta fel. Az ott nyert pénzösszegeket a saját és a felesége bankszámlájára utaltatta. Elsőrendű vádlott ezzel a módszerrel 4 hónap alatt közel 4,5 millió forint kárt okozott 80 sértetnek. Más esetben azzal keresett meg egy sértettet, hogy mágusként lát egy nőt, aki el akarja venni tőle a férjét, ezért szolgáltatást ajánlott fel neki. A sértett ezt elutasította, mire az elsőrendű vádlott azzal fenyegette meg, hogy megátkozza őt és a gyerekeit, ha nem fizet a részére. A fenyegetés hatására a sértett összesen 6,5 millió forintot utalt át az elsőrendű vádlott bankszámlájára. Az ítélet jogerős. A káros környezeti hatások miatt évről évre fokozódik az UV-sugárzás, amely nem csak bőrünkre, szemünkre is veszélyes lehet. Annak érdekében, hogy megóvjuk szemünket a napfény káros sugaraitól, fontos a jó minőségű napszemüvegek használata. A 100%-os UV-szűréssel nem rendelkező napszemüvegek viszont kifejezetten károsak lehetnek. A napszemüveg ma már nem csak divatcikk, egészségünk szempontjából is fontos védőeszköz. Ezért vásárláskor nem csak az esztétikai szempontokat kell figyelembe venni, hanem azt is, hogy mennyire szűri meg a káros UV-fényt. A természetes napfény 3 részre osztható, az infravörös tartomány, a látható fény és az ultraibolya. Ez utóbbi nagy energiájú, rövid hullámhosszú, nem látható káros sugár, amely további 3 típusra osztható, az UVA, UVB és az UVC. Az UVC sugár nem érkezik el le hozzánk, hiszen a légkör az visszafogja. Az UVB és az UVA sugarak ellen védekezünk. Nagyon fontos, hogy mindig hivatalos helyen, mert jó minőségű UV-szűrős napszemüvegeket vegyünk, amelyek CE jelzéssel vannak ellátva. A lencse minőségén kívül fontos még a szemüveg keret minősége is, vagy alakja, hiszen fontos, hogy elég nagy legyen, hogy a szem környéki kis finom bőrt, szöveteket is védje az UV-sugaraktól, valamint oldalt is zártnak kell lenni, mert nagyon sok a visszaverődő fény. A 100%-os UV-szűrővel nem rendelkező napszemüvegek kifejezetten károsak lehetnek. Ezek is csökkentik ugyan a szembe jutó fény erősségét, de nem képesek kiszűrni a káros ultraibolya sugarakat. A napszemüvegek viselése során a kisebb fényerő hatására kitágul a pupilla, így az UV-szűrővel nem rendelkező napszemüveg viselése során a káros sugarak még nagyobb mennyiségben juthatnak a szembe. A polarizált lencsük megszűrik és szétválasztják a visszavert sugarakat, így kivédik a zavaró csillogást és a vakító fényt, azonban a polarizálás és az UV-védelem között nincs összefüggés. Ahogy a lencsék színe is teljesen független az UV-védelem mértékétől. A napszemüvegek viselésén túl zöld levelű zöldségek és piros bogyós gyümölcsök fogyasztásával is óvhatjuk és erősíthetjük szemünket. Ételek tekintetében inkább a gyógyszerek szedésére hívom fel a figyelmet. Mindig olvassuk el a gyógyszerszedésnél a tájékoztatót, mert vannak bizonyos vegyi anyagok, gyógyszerek, amelyek károsak lehetnek UV-sugárzás tekintetében. A káros UV-sugarak kötőhártya gyulladást, szaruhártya és ideghártya sérüléseket is okozhatnak. Az orvosok a lencse homály vagy a szürkehályok kialakulását is az UV-sugárzással hozzák összefüggésbe. Ezért fontos, hogy felhősödés mellett is viseljünk napszemüveget, hiszen a káros sugarak egy része így is eljut a föld felszínig. A tökéletes napszemüveget pedig megfelelően kell tárolni kemény tokban. Soha ne helyezzük lencsével lefelé, mert maradandó mechanikai károsodás érheti a lencsét, és a sérült lencse nem védi megfelelően a szemet. Ismét adategyeztetésre kell számolniuk a feltöltőkártyás mobiltelefont használóknak. 2017-ben kötelezően és egységesen június 30-a volt a határidő, idén ez módosult, minden ügyfélnek egyedi határideje van. Ez a szerződéskötés időpontjának fordulónapja. A tavalyi adatok alapján 3,5 millió SIM-kártya adategyeztetésre számít a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. Az ügyfeleket SMS-ben értesítik az aktuális egyeztetésről. A törvény indoklása szerint Magyarország nemzetbiztonsági, bűnüldözési és bűnmegelőzési érdekei miatt van erre szükség. A visszaélések megelőzése és megakadályozása érdekében.
távozik a Nyíregyháza Blue Sharks csapatkapitánya. A legutóbbi bajnokságban 14 pontot és 8 lepattanót átlagoló Nagy Krisztián magánéleti okok miatt költözik a fővárosba, ahol a MAFC együttesénél folytatja majd pályafutását. Az elmúlt szezonban az alapszakasz 26 és a rájátszás 7 meccsén egyaránt kezdőként lépett pályára Nagy Krisztián, aki valamivel több mint 14 pontos és közel 8 lepattanós átlaggal járult hozzá a csapat teljesítményéhez. A 34 eszendős kosaras egy 2 éves pécsi kitérőtől eltekintve nyíregyházi színekben szerepelt, most viszont úgy döntött, hogy elhagyja szülővárosa csapatát. A döntés meghozatalában nem szakmai okok játszották a főszerepet. Ami nagyon befolyásolta a döntésemet, az a magánéleti dolgok. Úgy alakult, hogy a párom Szombathelyi Szandra felköltözött Pestre, hiszen ő a teremről strandlabdára váltott, illetve lejárt a szerződésem, és úgy éreztem, hogy nekem is talán most már váltanom kellene. Nagyon jól éreztem magam, és szerettem itt játszani, de átadnám most a terület a fiataloknak. Mert azért olyan korban vagyok, hogy próbálok belekerülni a civil életbe is, de nem titok, hogy több csapat is megkeresett jó ajánlatokkal. Szerintem folytatni fogom még a kosárlabdát, talán 1-2 évig, de már szeretném magamat a civil életbe is kipróbálni, mint edző. Nagy Krisztián 2006-ban mutatkozott be az akkor NB1-es nyíregyházi csapatban, amely mellett az elmúlt 2 évben a másodosztályban is kitartott. Ami emlékezetes volt nekem a 2008-as év, ahol A-osztályban ugye veretlenül zártuk az alapszakaszt itthon, nem kaptunk ki senkitől, illetve a akkori bajnok Szolnokot még a rájátszásban az első hazai mérkőzésen elkaptuk, az egy nagyon emlékezetes szezon volt. Mindegyik szezonra nagyon boldogan emlékszem, nyilván azok, amelyik sikeresebbek, tehát 8-ba voltunk, azok közelebb állnak a szívemhez, de szerettem itt játszani. Szerdán kiderült, hogy Nagy Krisztián a MAFC ajánlatát fogadta el, így a korábbi 7-szeres bajnoknál folytatja pályafutását. A fővárosiak kiestek az NB1-ből, de elképzelhető, hogy amennyiben a feljutó tehetséges fiatalok nem tudnak megfelelni az élvonal követelményeinek, mégis a legmagasabb osztályban indul majd a MAFC. A férfiaknál 28, a nőknél 21 páros nevezett a strandröplabda magyar bajnokság második nyíregyházi fordulójára. A péntektől vasárnapig tartó rendezvény selejtezőit és csoportmeccseit a Sóstói strandon játsszák. Az elődöntőket és a döntőket pedig a belvárosban kialakított pályán láthatják majd az érdeklődők. A röplabda szabadban űzött változata egyre népszerűbb Magyarországon is, mind a felnőtteknél, mind az utánpótlás korúaknál nő azoknak a száma, akik a homokos pályán ütik a labdát. A 3 fordulós, majd döntővel záruló országos bajnokság első körét Tatán tudták le a párosok. A második fordulónak péntektől vasárnapig Nyíregyháza ad otthont. A felnőtteknél összesen 49 dúó lép majd pályára. De a tatai fordulónk extra jól sikerült szerintem. Nagyot léptünk előre az egész rendezvény színvonalában tavalyhoz képest. Nagyon jó mérkőzéseket láthattunk, ott is a felnőtt verseny mellett utánpótlás versenyünk is volt, és ugyanerre készülünk Nyíregyházán is. A rekordszámú nevezőnk lett Nyíregyházára, hiszen a tatai forduló az még egy kicsit korán volt, ezért akkor még egyetemi bajnokság, más teremversenyek zajlottak még, úgyhogy azok a játékosok, akiknek akkor még kötelezettségeik voltak teremben, azok erre a nyíregyházi hétvégére már be tudnak kapcsolódni az országos bajnokságba. Itt pénteken kezdődik a felnőtt verseny selejtezője, illetve az U14-es lánykorosztálynak lesz pénteken versenye, míg vasárnap az U18-as korosztálynak. Szombaton a felnőtteknél lesz a főtáblás nap, illetve vasárnap az elődöntőkre, a bronzmérkőzésekre és a döntőkre kerül majd sor. Tatán a férfiaknál a Kis Dániel, Takács Gergely, míg a nőknél a Luther Eszter, Szombathelyi Szandra páros győzött. Utóbbi játékos teremben Európa Liga győztesnek és Európa bajnoki résztvevőnek mondhatja magát, de a jövőben már a strandröplabdában szeretne sikereket elérni. Én teremröplabdáztam eddig februárig, én ugye most kezdtem el februártól strandröplabdázok, és hát nem lehet összehasonlítani, tehát maga az, hogy kint vagyunk a szabadban, jó időben, néha persze esik is az eső, de ezt bele kell számítani. Én nekem azt kell, hogy mondjam, az ízületeknek is sokkal kimélőbb, nekem én nagyon tértfájós voltam, és lekopogom most, hála jó ég, egyáltalán nincsen semmi problémám. Úgyhogy ízület kimélő, nagyon jó a helyszín, ketten vagyunk, így mindig itt nincsen csere lehetőség, tehát mindig a pályán van az ember, aki hogyha játszani szeretne, és hát hatalmas, tehát hogyha megvannak a párosok, és velük együtt tudunk lenni, azért nagyon jó élmény, és így játszani.
Mi ismét nyerni szeretnénk, de ezt nem tudjuk hangsúlyozni, ugyanúgy az összes többi páros is nyerni szeretne, úgyhogy egyáltalán nem lesz könnyű dolgunk. Ugyanúgy, mint Tatán se volt könnyű dolgunk. Igaz, beretlenül nyertünk, de azért azok a mérkőzések elég kemények voltak, úgyhogy mi ismét ugyanilyen kemény mérkőzésekre számítunk, és a győzelemért megyünk. A nyíregyházi fordulót követően júliusban még Dunaújvárosban lesz egy kör, majd a három tornán megszerzett pontok alapján nemenként a legjobb 16-16 páros kerül az augusztusi budapesti döntőbe. A bajnoki címvédő Videoton otthonában játssza fennállása első NB1-es mérkőzését a kisvárdai futballcsapat. Az élvonal nyitó fordulóját július 21-én rendezik. A folytatásban a Budapest Honvéd, majd az Újpest ellen lép pályára Kondás Elemér együttese, augusztus 11-én pedig a Ferencvárost fogadja a Kisvárda. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. Elfogadták a képviselők a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei adó- és vámigazgatóságának tavalyi évre vonatkozó beszámolóját a megyei közgyűlésen. A NAV egyre inkább a szolgáltatói szemlélet irányába tereli tevékenységét, amellyel célja többek között a versenyképesség növelése, valamint a fekete gazdaság visszaszorítása is. A közgyűlés a számos napirendi pont között elfogadta továbbá a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítását is, valamint díszoklevelet adományozott az Országos Diákolimpia összevont labdasportok döntőjében résztvevő megyei csapatok számára. 11 szabad strand működik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ezek közül 2 tó mellett, a többi a Tisza partján található. A folyómenti strandok veszélyeztetettebbek lehetnek az átlagosnál. Nálunk azonban mindegyik átment a vízminőségteszten. Minden évben ugyanis helyszíni szemle és vizsgálat előzi meg a strandnyitást. A káros környezeti hatások miatt évről évre fokozódik az UV-sugárzás, amely nem csak bőrünkre, szemünkre is veszélyes lehet. Annak érdekében, hogy megóvjuk szemünket a napfény káros sugaraitól, fontos a jó minőségű napszemüvegek használata. A 100%-os UV-szűréssel nem rendelkező napszemüvegek viszont kifejezetten károsak lehetnek. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták június 28-án csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon elérik. Én kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap már kissé több napsütésre, de a nap második felében zivatarokra is lehet számítani. Egy tőlünk délkeletre örvénylő ciklon hatására folytatódik a mérsékelten meleg idő záporokkal, zivatarokkal. A késő esti órákig még sok lesz a felhő, és eső, zápor is előfordulhat, majd az éjszaka folyamán csökken a felhőzet, és változóan felhős időre van kilátás csapadék nélkül. Az északi szél helyenként megélénkül, a Hernád völgyében és a Bodrog közben hajnalban meg is erősödik. Reggelre általában 16 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben rövid napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik a felhőzet, és a délutáni óráktól záporok, zivatarok kialakulására is számítani kell. Az északi északkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délutánra 26 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás van térségünkben. 11 és 15 óra között erős UVB sugárzás várható, ezért ebben az időszakban nem ajánlott tartósan a napon tartózkodni. A hétvégén már száraz, hideg levegő érkezik fölénk, így sok napsütésre számíthatunk, ám ennek ellenére hűvösebbre fordul az idő. A jövő héten már enyhébb léghullámok érik el hazánkat, így jelentősen emelkedik a nappali felmelegedés mértéke, a jövő hét második felében már meleg, nyári idő várható sok napsütéssel, csapadék nélkül.